Mr. Bean egy nagyon népszerű komikus, akinek a színészi arca, ahogy a többi filmjében láttam, eléggé szabályos. Igazából akkor jön ki a karakter, amikor hasonlóan grimaszol, mint mondjuk az általam kiválasztott fotón. Mint alapforma nem tudok semmilyen különleges ismertető jegyet találni rajta, hanem ami szembetűnő nála, az, hogy az arcnak a középső része az előteljesen előre felé tendál, a szemöldök ívei azok, amik nagyon jellegzetesek, és a szemei ebben az állapotában viszonylag kidüllettek, tehát ebből ki tudok indulni, hogy ha gülőszemeket rajzolok, viszonylag nagy orrot, és jellemzően a felső ajkát vastagra veszem, az alsót vékonyabbra, illetve a felső ajak rátakar egy kicsit az alsóra, aztán az áll lapos és széles lesz. Azon kívül vannak még nagyobb formák, mint ez az orcarész, ami eléggé plasztikus, és egy ilyen félgömb formát képez. Illetve ebben az esetben a szem fölötti, pontosabban homlokráncok. Ehhez társul még egy eléggé sötét frizura, ami meg különleges jellegzetessége nincsen. Illetve, hogyha a füleit nagyobbra veszem, az mindig egy hálás feladat karikatúránál, hiszen a füleket, a fogakat, a szemeket nyugodtan nagyíthatom, még az orrot is. A tokát nem szeretik, hogyha az ember megnagyítja, illetve az, hogyha túlságosan öregre rajzolják. Tehát a ráncokat nem érdemes, vagy nem illik erősebbre venni. Kezdem tehát az alaformánál, ami ugye mondtuk, hogy egy kör. Először is próbálom elhelyezni a figurát a rajzlapon, hogy kiférjen. Itt ugye már nem lesz jelentős nyak forma, és ami még nagyon hálás a karikatúránál, hogyha egy egész vékony nyakat rajzolok neki, és akkor természetesen már a válla is kisebb lesz, tehát ilyen lufi fej, az egy hálás feladat. Most nem akarok itt tokát meg a ráncokat belerajzolni, mert ez nem jellemző, ez csak egy véletlenül elkapott pillanat. Ahhoz, hogy valamit kiemeljek, ahhoz a többi részt vissza kell szorítani. Ebből adódik, hogy ha azt mondtam az előbb, hogy ezt a szemöldök részt fogom megnagyobbítani, akkor az attól kifelé eső részek ugyanannyival szűkebbek lesznek. Tehát, mint alapforma, mindjárt meg is adom a vázlatszerű tónusát ennek a szemöldök ívnek. Eldörzsölöm, hogy hát már ezt így szoktam. Szerintem ez bevált dolog. Akkor jön még az orr, ami jellemzően nagy nála. Megfigyelem, hogy honnan indul, tehát innen indul. Itt fölül van egy tónus, alatta már nincsen. És hogy hova hatol mélységekben. Az orrhegye például eléggé lekerül, akkor lesz az orr hangsúlyos. Van egy V betű alakú íve az orrnak, aztán van egy, pontosabban két része tudom osztani, ami igazából három, tehát van az orrnak a töve, és a hozzá kapcsolódó orrcimpa, ami pedig egy ilyen rakéta alakot vesz fel, vagy inkább szív alak. Tehát ez lenne az orra. A száját, mivel hogy az orr egész előre takar, meg tudom azt játszani, hogy följebb hozom, tehát ezt a távolságot szinte eltüntetem, illetve az orr rá fog takarni az alsó ajakra. Ezt úgy érem el, hogy az alsó ajkat megrajzolom, mint ív,
megkeresem a szájsarkát, ami a legfontosabb pontja általában a szájnak, és a felső ajkat úgy vastagítom meg a maga vastagabb voltában, hogy az orr rá fog takarni, és alatta lesz egy vetett árnyék, amit majd az orr fog képezni. Ezt már az elején rögzítem, könnyebb lesz tájékozódni ezáltal. Illetve még ebből a pigment mennyiségből tudok egy kis peremet ide az orrra, egy kis plasztikát visszaadni, ami majd így fog fölfelé tendálni. Aztán az alsó ajak, ami egyrészt egy kicsit fel, de másrészt keskenyebb, sokkal, mint a felső. Ez karakterirányban még keskenyebbre rajzolom. Itt egy kicsit alátakar, itt van egy sötétebb rész. A felső fedi az alsót, még itt is. Itt elválik élesen, és alulról kapja a sötétet. Hogyha ezt így összedolgozom, akkor nagyjából meg tudtam határozni annak a méretét és a tónusát is egyben, illetve a felső alja kap egy középtónust egyenlőre. Aztán még ezt lehet fejleszteni, visszaszedni belőle, illetve hozzátenni még további tónusokat. Nagyon fontos a szem, mindennek a kifejezője. Hát nem mindennek, de leginkább az mond el az illetőről, a tekintetéről, a jelleméről a legtöbbet. A szemet, ha már valaki látott elkülönítve a fejtől, az úgy néz ki, mint egy pingponglabda, tehát egy fehér gömb, amit alul fölül egy bőrredő határol, és ez a bőr, pontosabban a bőrredőt nyomja széjjel ez a fehér gömb, attól függően, hogy mennyire dülled ki, ebben az esetben nagyon. Tehát a szemzúg, bocsánat, még a szemtengely fontos lenne, egyéb nagyobb formákkal együtt meghatározva. Hogyha nagy szemet akarok rajzolni, akkor körülbelül ennyire. Ugye kereső vonalakkal próbálom azt a méretet meghatározni, az arányt, több vonal, és akkor abból kiválasztom, melyik az, ami leginkább jellemző. Még azt hozzátenném, hogy az is karakteralkotó eleme az arcnak, hogy egyrészt a szemek belső sarkai nagyobb távolságra vannak egymástól, ezáltal a szem kijebb kerül magához az archoz képest. És ami mögötte van, az a halánték rész, hogyha jól meg akarom húzni karakter irányba, akkor el is tüntethető, tehát akkor itt jön a haj, mögötte, az a szemöldök, ami jön le, másik oldalon is, és itt is behúzom a hajat, itt a haj előtti halánték részt. És akkor ez lesz a képlet. Egy kicsit S vonal, takar, innen az választékról indul ki. Egyforma, egy magasabb, kerekedett forma fölül, és ugye visszatérek a szemhez, a szem sarka meghatározásra kerül, a másik ebben a tengelyben egy picit följebbről indul, tehát innen, és ezzel az határozott vonallal követem az ívet. Tehát elindulok egy irányban, ami eléggé meredek, és akkor egy ilyen S betűvel fordul át a szemzúghoz. Másik oldalon is, majdnem függőleges, illetve a szempillával együtt, amit főleg nőknél érdemes meghosszabbítani. Jövök ki késlókat tulajdonképpen az arc oldalsó síkjából. Most alul jön egy perem, amit itt elkülönítek. Alatta van egy forma, ami hozzátartozik a felső szemhéj által keltett
külső formához. Tehát ez, meg ez egy gömb felületnek a részlete. A másik oldalon ugyanez, tehát itt van egy nagyobb távolság, ami itt leszűkül, és a végén találkozik a szem sarkának a csúcsában. Innen van egy vonal, amit erősebb, kihagyom a peremet, mint világos forma volt, és alulról jön egy szép kidudorodó forma, és egy szemránc, ami így elhal. Ennek is mindjárt megadom a plasztikáját, akár fölül is, de tulajdonképpen az egész szemnek is. Amíg nem rajzoltam bele, az íriszt szivárvány hártyát tudok adni egy plasztikát ezzel a technikával. Most jön egy lényeges pont, mely ez a kerek forma először is, tehát a szivárványhártyáról van szó, amin alulról nincs fehér maradó forma, viszont fölülről igen, tehát erre gondolok, és minél kisebbre veszem, annál nagyobb lesz a fehér felület, annál kifejezőbb. Másik oldalon is, hogy egyszerre fejlesszem a rajzot, tehát alul hozzáér az alsó peremhez, fölül maradt egy kis fehér, amire rájátszok. Még nagyobb fehéret használok, és még azt is észre tudom venni, hogy kicsit mint a széllyel felé állna a szem, de legalábbis ezen az oldalon ebbe az irányba mozdul el a középtengelyhez képest, az átlaghoz képest. Itt viszont nem, itt utána néz, itt a közép, inkább marad középen. Ezáltal is egy ilyen kicsit furcsa koncentráló tekintetet kölcsönöz az arcnak. Na most szoktam tanítani, hogy szemet úgy rajzolunk, hogy kihagyjuk a csúcsfényt, ami itt van, berakjuk a legsötétebb a pupilla kerek nyílását, ami egy, tulajdonképpen egy luk, és teljesen elnyíl a fényt, tehát az sötét lesz. Fölül egy kicsit sötétebb szokott lenni ez a középtónus, és meg szoktam egy kicsit maszatolóval dolgozni, hogy egy szép meleg tónus jöjjön ki ezáltal. Itt egy kicsit följebb van ez a fehér, alatta a körnek a közepén a legsötétebb, ugye a széle is eléggé kontúros, és akkor akár azt is észrevettem, hogy innen a sötét részből jönnek ki ezek a kis pupilla minták. Ezt akár ujjal, akár a maszatolóval meg tudom határozni a középtónusát, és akkor van egy klassz kis kidüllett szemem. Itt azért nagyon hiányzik ez a sötét, ami már egyszer meghatároztam, utána kell menni, mert ez teljesen fekete, ezt nem szabad kiadni. Érdemes mindjárt az elején berakni, ebből sok tónust ki tudok indítani ilyen módon. Mindjárt ebből a tónusból meg tudom az árnyékolt szemöldök alatti résznek a sötétségét határozni. Itt is jön egy, akár ezzel a mozdulattal is tudom szabályozni. Aztán itt van egy sötétebb rész, ami így lejön. Ugye a lapjára fordított ceruzaheggyel ezt pontosabban tudom irányítani. Egyszer lejön egy mozdulat, és egyszer pedig így oldalt. A sötét rész, ugye ez egy korrekt forma innen nézve, azért körül tudom határolni egy határozott anyalal. Itt is van egy él, és aztán a szárirányba ki tudom tölteni tök feketére, majd a kettő közti részt féltónussal, illetve ahol nagyon elválik, ott még egyszer húzom utána, és így jövök föl, amíg ki nem adja ezt a plasztikai értéket.
elhanyagoltam az állat egyelőre, ami úgy kezdeném, hogy még az alsó ajak alatt van egy ilyen perem rész, ami sötét, egész ide följön, hogy meghosszabbítom. Ennek van egy kicsi recés középtónusa, ami időnként erősebb ezen a részen, itt alul, és itt is szépen elválik. Attól a peremtől, amit itt képezhetünk az alsó ajak és ez alatt a sötétebb sáv alatt. Aztán volt a lapos áll, amit megállapítottunk, hogy lapos. Karakterirányban még laposabbra veszem. Egy ilyen himbáló mozdulattal tudjuk ezt a formát nagyon szépen kivitelezni, és ahogy jövök fölfelé a ceruzával, úgy mindjárt egy plasztikát is tudok neki adni. Ezt még egyelőre nem mázolom el. Itt voltunk, itt tartottunk a legsötétebb résznél. Időnként utána kell húzni. Ha eldörzsöltem, vissza kell adni neki a eredeti tónusát. Hiányzik még nekem a többi részletforma, ami így tudok meghatározni. Itt is van egy mosolygó ránc, ami innentől idáig. Ha lapjára fordítom, akkor egyből tudok neki plasztikát adni. Kis ujjammal egy kicsit fölfelé viszem a tónust, és ezen az oldalon is, ha még nincs sok pigment rajta, addig a finomabb részeket, hogyha többet teszek rá, akkor az erősebb részeket tudom ezzel megrajzolni. Volt egy sötétebb rész, innen jön az orrcimpa, itt elvész, kicsit határozottabb,